Zárt ülésen tárgyalt Nyíregyháza város képviselőtestülete a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár igazgatói beosztás betöltésére benyújtott pályázat elbírálásáról. A közgyűlés Tomaszowski Anitát bízta meg az intézmény vezetésével. Az új igazgató megbízatása november 27-től határozott időtartamra 3 évre szól. Tomaszowski Anita egy jó lehetőségnek, szakmai kihívásnak tartja új feladatát. Célja, hogy a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyik vezető információs központjává váljon. Ehhez szerinte egy kulturális innováció szükséges, kreatív megoldásokkal színvonalasabbá szeretné tenni a könyvtárat. Nagy hangsúlyt kíván fektetni a rendezvényekre, folyamatosan kiállításokat, könyvbemutatókat, író-olvasó találkozókat és gyermekprogramokat szeretne kínálni a látogatóknak. Az új igazgató fontosnak tartja a digitalizációt, a digitális írástudás fejlesztését, ennek ugyanis meghatározó szerepe van a 21. században. Ennek érdekében terve, hogy a város több kulturális intézményével együtt egy digitalizációs tervet dolgozzanak ki, együttműködést alakítanak ki a levéltárral, a múzeummal és a főiskolával. Az igazgató szerint ahhoz, hogy a könyvtárban növekedjen az olvasók száma, nyitni kell a fiatalok felé, hiszen ők a jövő könyvtár használói. Rendszeres gyermekprogramokat kell szerveznünk, könyvtárbemutató órákat, könyvtárhasználati órákat, akár a Móricz Zsigmond Színháznak a színészeinek a bevonásával, vagy drámapedagógusok bevonásával, hagyományos és a nem hagyományos eszközöknek a bemutatásával, gondolok itt ugye a különböző IKT eszközökre, az e-book olvasók, okostelefonok, tabletek, notebookokra, hiszen ők ebben nőnek fel, de ahhoz, hogy tudatosan tudják ezt használni, a megfelelő információt tudják kinyerni az internet nagy világából, ahhoz kell, hogy segítséget tudjunk adni, és úgy gondolom, hogyha ezt megtaláljuk, megtaláljuk a közös pontot majd az iskolai igazgatókkal, és egyre több gyereket tudunk bevonzani, nőni fog majd az olvasó táborunk is. A Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár a Digitális Nyíregyháza programban partnerként működik, mint e-Magyarország pont csatlakozik hozzá. Az intézményben az e-tanácsadók ehhez szakmai tanácsadást, koordinációt biztosítanak a megye többi e-Magyarország pontjainak is.